Mobiltelefonos applikáció segítségével érvényesíti kedvezményét egy pécsi gyorsétteremben Puc Ádám, az egyetem bölcsészkarának adjunktusa. Ő dolgozta ki és valósította meg azt a programot, melyben olcsóbban tudnak vásárolni iskolai, óvodai dolgozók. A program közösségi kiállás a pedagógusokért elnevezéssel működik. A Pécsen hallottam csoportban jött egy olyan ötlet, hogy mit szólnék én hozzá, hogyha készítenék egy logót, és azzal sorba járnám itt a pécsi üzleteket, szolgáltatókat, és megkérném őket, hogy ha szimpatikus nekik ez a felajánlás, ez az ügy, akkor álljanak be mögé és támogassák valamilyen mértékben, valamilyen kedvezmény formájában a pedagógusokat. Első körben a Rókus sétány éttermeit, kávézóit és szolgáltatóit kereste fel, ahol kivétel nélkül pozitívan fogadták a megkeresését. Rövid időn belül pedig már csatlakozni szándékozó vállalkozások keresték Puc Ádámot, így jelenleg 47 partner ad kedvezményt pécsi tanítóknak, tanároknak, óvónőknek. Pécsen kívül Budapesten, Dunaújvárosban, Hódmezővásárhelyen és Székesfehérváron működik a KAP kedvezmény, és napokon belül csatlakozik a kezdeményezéshez Miskolc és Győr is. Az országos rendszer kiépülését egy kedvezménykártya kibocsátó rendszer segíti. Minden városban elérhetővé válhat ez a szolgáltatás, illetve ez a lehetőség a pedagógusok számára, és egy pécsi pedagógus is nem csak pécsi üzletekben, szolgáltatóknál érvényesítheti a kedvezményeket, vagy vehet igénybe kedvezményeket, hanem országosan bárhol, ahol ezek a Berkód elfogadói partnerek felelhetőek. Jelenleg ez 1000 helyet jelent országosan. Puc Ádám kiemelte, hogy a szolgáltatások és termékek listáját próbálják úgy összeállítani, és lehetőség szerint a rendszert úgy irányban tartani, hogy a pedagógusok számára legrelevánsabb kedvezményeket tudják érvényesíteni. Így keresik az irodaszerboltok, sportszerszaküzletek és más iskolai, óvodai munkához szükséges terméket árusító helyeket, szolgáltatókat.